A híres híreket látják kedden este 19 órakor élőben. Jó estét kívánok! A híradó elején mutatjuk a kiemelt témákat egy-egy mondatban. Letartóztatták a vasárnapi késelőt, megszólalt a nyakon szúrt férfi. Mobiljelzőlámpás rendszer telepítettek a Ceglédi út két forgalmas csomópontjába, óvatosan közlekedjünk. Zöld utat kapott a gyártásra a Szent Királyi Ásványvíz Kft. Viheti a Pepsit és a chipset is. Letartóztatták azt az olasz férfit, aki a hétvégén elvágta a nyakát egy 33 éves férfinak Kecskeméten. A Bács-Kiskun megyei főügyészség szerint szökés bizonyíték elrejtésének és a tanúk befolyásolásának veszélye is fennáll a férfi esetében. A letartóztatás mellett döntött ma a bíróság annak a 48 éves olasz férfinak az ügyében, aki november 4-én hajnalban egy kecskeméti szórakozóhely előtt többször megszúrt egy férfit, majd körülbelül 20 cm hosszan elvágta a nyakát. Az életét alig tudták megmenteni. Az ügyészség szerint a vádlott letartóztatása indokolt volt. A bűncselekmény súlyossága, büntetéssel fenyegetettsége miatt az állandó magyarországi kötődéssel nem bíró, romániai lakóhelyű gyanúsított esetében megalapozottan tartani kell attól, hogy a hatóságok elől elszökne, elrejtőzne. Ezen kívül az ügyészség szerint tartani kell attól is, hogy még ki nem hallgatott tanukat jogellenesen befolyásolna, vagy bizonyítékokat rejtene el, ezáltal veszélyeztetni a bizonyítási eljárást. A Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírója a mai napon az ügyészség indítványával egyezően elrendelte a gyanúsított letartóztatását. A Kecskeméti Járásbíróság végzése nem jogerős, ellene a gyanúsított és védője fellebbezést jelentettek be. Meg nem erősített információk szerint a férfinek már korábban is volt ügye Romániában és Olaszországban. Vádolták késeléssel, sőt emberöléssel is gyanúsították már, de eddig mindig felmentették a vádak alól. A Kecskeméti Televízió exkluzív interjút készített a késelés túlélőjével, amit a Kiemelő című magazinunkban láthatnak. Mobil jelzőlámpás rendszer telepítettek a Ceglédi út két forgalmas csomópontjába, a Mátyás Király körút és a Liszt-Ferenc utca kereszteződésébe. A lámpákra a turbó körforgalom építése miatt volt szükség, november 15-től ugyanis várhatóan jelentősen megnő a forgalom a Ceglédi úton. És amiről beszéltünk, ez az aluljáró. Pásztyi András, a Hunyadi Város önkormányzati képviselője, azt mutatja stábunknak, milyen változásokat okoz majd a forgalomban, hogy november 15-én teljes terjedelmében lezárják az aluljárót. A turbókörforgalom építési munkálatainak második üteme kezdődik, ami várhatóan jelentősen leterheli majd a Ceglédi utat. A közlekedés segítésére idéglenesen mobil jelzőlámpákat telepítettek a Hunyadi Város két forgalmas csomópontjába, a Mátyás Király körúti és a Liszt-Ferenc utcai kereszteződésekbe. Telezöld változatban tudták megcsinálni mobil lámparendszereket, és ugye nem sok telezöld van a városban. Be kell tartani a KRESZ szabályait, nagyon fontos azért, hogy ne legyen baleset. A képviselőtestület május 31-én szavazta meg, hogy költségvetési forrást biztosít a mobiljelzőlámpás rendszerekre. A lámpák addig lesznek üzemben, ameddig az aluljáró közlekedése biztosítottá nem válik. Pásztyi András hangsúlyozta, ameddig az időjárás engedi, érdemes kerékpárral közlekedni. Azt is kiemelte, hogy a Ceglédi úton minden vállalkozás és a gyógyszertár is ugyanúgy működik. A Hunyadi Városból november 15 után ugye három irányból lehet majd kiközlekedni. Az egyik ez a lámpás rendszerek, a másik az északi elkerülőre, a harmadik pedig a Műkertváros felé fognak tudni közlekedni az emberek. Én azt kérném mindenkitől, hogy kicsit hamarabb induljanak el, ugye az első hetekben biztos, hogy ugye nagyobb lesz a forgalom. A jelzőlámpák összehangoltan működnek a szomszédos csomópontok rendszereivel, de nem ez az egyetlen okos eszköz, amelyet a közelmúltban kialakítottak a város részben. A Mátyás Király körúton a Daróci köznél okos zebra óvja ezen túl a gyalogosokat. A körültekintésre azonban ezután is nagy szükség van, mind a gyalogátkelő helyeknél, mind a jelzőlámpáknál. November 12-én délután 5 órakor pedig lakossági fórumot tartanak a Gáspár András középiskolában a körforgalom építése kapcsán, ahol részletes információkat tudhatnak meg a forgalmi rendváltozásokról. A jelenlegi szabályozás szerint 60 perc türelmi idő áll a rendelkezésére annak a sofőrnek, aki tévedésből hajtott fel az autópályára.
De mi történik, ha egy balesetet kikerülve kényszerül valaki a fizetős útra? A legnagyobb közösségi oldal egyik közlekedési információkat adó csoportjában kelt szárnyra a kérdés, vajon megbüntetik-e azt, aki csak földúton vagy autópályán keresztül tud kikerülni egy balesetet, és az autópályát választja anélkül, hogy rendelkezne matricával. A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató ZRT arról tájékoztatta stábunkat, hogy jogosultság nélkül kizárólag akkor lehet az autópályát igénybe venni, ha a rendőrség arra tereli a forgalmat. Ebben az esetben is az első lehetőségnél el kell hagyni a fizetős útszakaszt. Felmerül a kérdés, ha az autópályán is történik egy baleset, és a jogosultság nélkül ott tartózkodó autós egy órán túl maradni kényszerül. Várható-e büntetés az elmaradt matricáért? Kérdésünkre a szolgáltató azt közölte, hogy csak akkor keletkezik pótdíjfizetési kötelezettség, ha az illető az első lehajtón nem hagyja el az autópályát. Közös képviselőket és társasházi lakókat várnak a katasztrófavédelem szakemberei idén november 6-ától 8-áig a Társasházak napja alkalmából a katasztrófavédelmi kirendeltségen rendkívüli ügyfélszolgálaton igyekeznek megválaszolni minden tűzvédelmi kérdést. Egy országos akció során idén ismét megrendezi a Kecskeméti katasztrófavédelmi kirendeltség a Társasházak napját. Három napon keresztül folyamatos ügyfélszolgálattal várják a társasházak képviselőit. A cél, hogy amennyiben lehet, azonnali válaszokat tudjanak adni a tűzvédelmi kérdésekben. Számos olyan részletszabály van, amelyekre társasházaknak érdemes figyelnie. A három emeletes vagy annál magasabb épületeknél a kötelező tűzvédelmi szabályzat kialakításáról, a kémény ellenőrzések rendjéről, a lépcsőházban elhelyezhető tárgyakra vonatkozó szabályokról és sok egyéb témáról is felvilágosítást nyújtanak az érdeklődőknek. Egész évben aktuális probléma az elektromos vezetékek ellenőrzése, karbantartása is. A szezonális veszélyek egyike a szénmonoxid mérgezés, melynek megelőzése továbbra is fontos kérdés. A mai sajtó megbeszélésen az is kiderült, hogy a lakástüzek száma bár alacsony, általában vagy a konyhából indul, vagy őrizet nélkül hagyott nyílt láng, például gyertya miatt alakul ki tűz. Országszerte felröppent a hír, hogy mentősöket vezényelnek át más településre, hogy segítsék az ottani mentési helyzetet. Mint megtudtuk, Kecskemétről is mentek már segíteni, például a fővárosba szakemberek. Nem meglepő, ha számunkra ismeretlen mentőssel találkozunk, ugyanis az országos mentőszolgálatnál bevett szokás, hogy átcsoportosítanak munkaerőt. Így fordulhat elő az, hogy több telephelyen is dolgoznak a mentősök. Erre azért van szükség, mert törvény írja elő, hogy a dolgozók időarányosan kivegyék a szabadnapjaikat, valamint ezen felül mindig vannak olyanok, akik tartósan vagy átmenetileg táppénzre mennek. Így előfordulhat alkalmanként kisebb hiány. A mentés zavartalansága érdekében történik, ha például Kecskemétről hívnak Budapestre mentőszolgálati dolgozókat. A november 30-áig teljesítendő kötelező ebb összeírással kapcsolatban tartottak lakossági fórumot tegnap délután a Műkertvárosban. Lévai Jánosné, a 11-es egyéni választókörzet önkormányzati képviselője a városrész egyéb ügyeit is megbeszélte az érdeklődőkkel. Lakossági fórumra invitálták hétfőn délután a helyieket a Műkertvárosi Általános Iskolába. A megbeszélésre eljöttek az önkormányzat szakértő munkatársai is, akik tájékoztatást adtak a november végéig esedékes, kötelező ebb-összeírás tudnivalóiról. Amikor megjelent az ebb-összeírásról az önkormányzat felhívása, akkor a tanácsadó testülettel úgy döntöttünk, hogy minden városrészben tartunk egy tájékoztatót, és segítséget szeretnénk adni a jövőben is, Rendőrfalu, Kósafalu, Muszáj, Kossuthvárosban is, azért, hogy minél több emberhez eljusson az az információ, hogy kötelező az ebeket összeírni. A kötelezettség elmulasztása komoly büntetést vonhat maga után, figyelmeztetett Kisné Janka Hidi Zsuzsanna. A körzet tanácsadó testületének tagja a Kecskeméti Televíziónak elmondta, egy 1980-as törvény az önkormányzatok számára előírja a három évenkénti kötelező ebb-összeírást. A lényeg az, hogy november 30-áig a tulajdonosoknak vagy az interneten letölthető adatlapot, vagy az önkormányzat portáján elkérhető adatlapot ki kell tölteni. A dokumentumon fel kell tüntetni például az állat tulajdonságait, oltási előéletét vagy az állatorvos és a tulajdonosok adatait. A tanácsadó testületi tag hozzátette, a témával kapcsolatban további részletek olvashatók a város honlapján, a közérdekű közlemények aloldalon.
Az érdeklődők a fórumon az ebbőszeírás mellett általános kérdésekkel is fordultak a helyi képviselőhöz. Lévai Jánosné stábunknak elmondta, leggyakrabban a gyalogátkelőhelyek, a közvilágítás vagy a járdák minőségének témájával keresik. Ezek megoldása lépésről lépésre történik, az összegyűjtött feladatokat idő és fontossági sorrendben évekre lebontva ütemezi, az anyagi lehetőségek függvényében, fogalmazott a képviselő. A héten megkezdődött a legújabb nemzeti konzultáció. A kérdőíveket Lajos Mizsén gyártják, hozzávetőlegesen naponta 500 000 kérdőív gördül le a nyomdai gépekről. A magyar kormány 10 kérdésben várja az állampolgárok válaszát. A családok évével kapcsolatban a kormány több szociális intézkedésre vonatkozó kérdést fogalmaz meg. A héten indult konzultáció alapján hosszú távú intézkedéseket terveznek, mert nem szeretnék, ha még egyszer előfordulna az, ami az első polgári kormány időszaka után, azaz, hogy jól működő otthonteremtési és családtámogatási intézkedéseket számol fel a következő kormány. Ezt Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára jelentette ki hétfőn. A Magyar Postának 4 hét alatt mintegy 8 000 000 küldeményt kell eljuttatni a címzettekhez, de aki nem szeretné ezt megvárni, a konzultációs kérdőíveket interneten is kitöltheti. Jóvá hagyta Magyarország, Csehország és Szlovákia versenyhatósága Balog Levente az egykori Szentkirályi Ásványvíz Kft. Alapítójának új üzletszerzését. Így a szentkirályi üzletember és üzlettársai lehetnek a Pepsi termékek kizárólagos forgalmazói a közép-kelet-európai régióban. Az olasz Pascal család tulajdonában álló csehországi KMV és a Szentkirályi Ásványvizet piacvezetővé emelő Balog Levente 3 évvel ezelőtt hoztak létre egy közös vállalatot. Céljuk az volt, hogy a két ásványvíz dinasztia erős, regionális családi cégcsoportot hozzon létre. Most a régió 3 érintett országa, Magyarország, Csehország és Szlovákia versenyhatósága engedélyezte a két cég üzletét. Vihetik a Pepsi üdítőket és a chipseket is. Így a Karlovarské Minerálni Vody és Balog Levente a Szentkirályi Ásványvíz király lett a PepsiCo üdítők és élelmiszertermékek kizárólagos forgalmazója, illetve a franchise jogok birtokosa Magyarországon. A közös cégük a Central Europe Mineral Water Holding idén januárban jelentette be, hogy felvásárolják a PepsiCo magyarországi érdekeltségeit. És végül egy sporthír, november 1-e és 10-e között rendezik a súlyemelő világbajnokságot, melynek Türkmenisztán fővárosa ad otthont. A megmérettetés már része a tokiói olimpiára kvalifikáló sorozatnak. A kecskeméti TE súlyemelője Jung Beáta összetettben 30. lett a kategóriájában. November 1-e és 10-e között rendezik meg a súlyemelő világbajnokságot Aszgabadban. A megmérettetésen 88 ország 604 súlyemelője indul, amely új rekordnak számít. Mind a nőknél, mind a férfiaknál 10 kategóriában vannak a versenyek. Magyarországot 3 sportoló képviseli. A testvériség ESE versenyzője magát Krisztina, a szegedi EAC-tól Nagy Péter és a kecskeméti TE súlyemelője Jung Beáta. A hétfői versenynapon a magyarok közül elsőként fellépő Jung Beáta összetettben 30. lett. A kecskeméti TE emelője, aki 69 kilósként az U23-as korosztályban tavaly Európa-bajnok volt szakításban, ezúttal 5 kilót fogyva, a 64 kilogramosok között próbált szerencsét, ahol az Aszgabati VB egyik legnépesebb mezőnye, összesen 48 versenyző indult. A KTE versenyzője az első fogásnemben 93, a másodikban 105 kilóig jutott, előbbivel 24., utóbbival 38. helyen végzett. A 198 kilogramos összetett eredményével pedig 30. helyen zárt. A súlycsoport világbajnokává az olimpiai és korábban 3-szor is VB győztes kínai Teng Weit avatták. Ennyi fért a hírös hírekbe kedden este, most megmutatjuk a legfontosabb témákat még egyszer röviden. Döntött a bíróság, letartóztatták a vasárnapi késelőt. A támadó egy 33 éves férfi nyakát vágta el 20 cm hosszan. Életét alig tudták megmenteni. A kecskeméti televízió exkluzív interjút készített a késelés túlélőjével. Mobiljelzőlámpás rendszer telepítettek a Ceglédi út két forgalmas csomópontjába, a Mátyás Király körút és a Liszt-Ferenc utca kereszteződésébe. A lámpákra a turbókörforgalom építése miatt volt szükség. Nem büntetnek matrica hiányáért akkor, ha a rendőrség az autópálya felé tereli a forgalmat.
Az első lehetőségnél azonban el kell hagyni a fizetős útszakaszt. Zöld utat adott Magyarország, Csehország és Szlovákia versenyhatósága a Szent Királyi Ásványvíz Kft.-nek. Mostantól ők forgalmazzák a Pepsi üdítőket és élelmiszer termékeket a régióban. A híradó most véget ért, de a hírórát folytatjuk a kiemelővel, amelyben elsőként egy exkluzív interjúval kezdünk. A szombaton megkéselt fiatalember adott ma kollégánknak interjút a kórházi ágyában. Azután beszámolunk arról, hogy milyen fontos és nélkülözhetetlen tűzvédelmi szabályokat kell betartani a társasházakban, és lesz ma is vendégünk, méghozzá Szilágyi Áron, a Leskovszki hangszergyűjtemény vezetője, akivel egyebek mellett erdélyi kalandjairól és a kecskeméti hangszeres program lehetőségekről is beszélni fogunk. Ha lemaradtak híreinkről, akkor azokat újra tudják olvasni a hírportálunkon, a címhíres.hu, vagy újra tudják nézni a híradót az ismétléskor, 20 óra 30 perckor, 22 órakor, éjszaka, valamint reggel 7 és fél 9-kor, és tudják valamennyi műsorunkat, így a híradót is a Kecskeméti Televízió weboldalán teljes egészében újra nézhetik. Friss híradóval legközelebb holnap este 7 órakor kolléganőm várja önöket, nézzenek minket akkor is, most további jó tévézést kívánok, viszontlátásra! Szerdán használjuk ki a hét utolsó napsugarait, mert előreláthatólag a következő napokban igencsak felhős lesz az ég. Bár holnap az esernyőre nem lesz szükségünk, erős széllökésekre kell készülnünk. Aki pedig reggel indul útnak, az öltözön fel rétegesen, mivel hajnalban 6, délután pedig 16 fok várható. Csütörtökön nem lesz hűvösebb, viszont megnövekszik majd a felhőzet. Ennek ellenére a csapadék elkerül bennünket, és a szél is mérsékelt marad. Délután 16 fokig húzhat fel a hőmérő higanyszála. Pénteken még több felhő borítja majd be Kecskemét egét, azonban ez senkit ne riasszon meg, a meteorológusok szerint továbbra sem kell esőtől tartanunk. És bár borultabb lesz az idő, mint a hét első felében, a szél is csendes marad. Hajnalban 6, délután 15 fokot mérhetünk majd.